Bangban az egyik legnehezebb kötelező olvasmány. Sok érettségiző rémálma. Az egyik legnehezebben színpadra állítható darab. Világa látszólag messzi van a mai nézőjétől, kamaszétól, arhaikus és indulatoktól szaggatott nyelve pedig nehéz dió. Pedig a Bangban csodálatos gazdagságú darab. Shakespeare-i mélységű emberábrázolással, végtelenül sok rétegű, sok szólamú nyelvvel, melynek szólamai egymással küzdenek, izgalmas és történelmi rögzítettségükön túlmutató, valójában ma is eleven konfliktusokkal. Ugyanakkor a darab nem hibátlan, de sok más remek mű sem az. A darabot Katona az Erdélyi Múzeum 1814-es pályázati felhívására írta 1815-ben. Az eredményről nem kapott visszajelzést. 1819-ben készült el a Bárány-Boldizsár rostrája, Katona által kért kritikája nyomán jelentősen átdolgozott végső változat. Az 1820-ban megjelent műből az első évben mindössze 20 példány fogyott el. Katona nem élte meg darabja 1833-as ősbemutatóját, és az sem, hogy az 1848. március 15-i előadással a Bangban véglegesen nemzeti drámává vált. Az előversengésből prológus kiderül, hogy Otto, Meráni, vagyis német herceg el akarja csábítani Bangnak, az ország nádorának, nagyurának, körülbelül miniszterelnököt jelentesz feleségét, Melindát. Otto kenyérleső lovagja Biberach figyelmezteti ennek nehézségére és kockázatosságára, majd nővére Gertrudis, a távol lévő Endre király felesége, nőcsábász viselkedéséért megrója és kimondja, hogy másnap el kell hagyni az országot. Soha jobbágyaim kedvét nem áldozom fel, de holnap utazol. Így hát Ottónak azonnal kell cselekednie. Az ilyen szorítás mindig felhevíti a drámát, présbe helyezi a szereplőt. Otto is határhelyzetbe kerül, mint később a darab minden fontosabb szereplője. A drámai szituáció többi eleme a következő jelenetekben az első felvonás egészében körvonalazódik. Bangot hazahívta Petúr, a nemesi elégedetlenkedők vezetője, hogy összeesküvésük élére álljon. A nagyúr áruhában érkezik vissza az udvarba, mielőtt a pártütők Melinda jelszóval összehívott gyűlésére menne. Bang belépése előtt, előbb Mikál és Simon, a bojóti vagyis spanyol Melinda bátyjait hallgatjuk, majd Petúr beszél az ország, a nemesség helyzetéről. Egy nemzetség kipusztul, vagy csontjaimmal Meráni gyermekek fognak tekézni, mondja a szenvedélyes magyar úr. Bangot, aki országjáró körútján bajt és bánatot talált, a pártütők Petúrtól hallott Melinda jelszava nyugtalanná teszi. Ezután előbb Tiborccal, a lopni kényszerülő becsületes jobbágyjal találkozik, majd Otto Melindának szóló udvarlását, végül a királyné és Otto párbeszédét hallja. Hallgatja ki. A híres és sokat vitatott rejtekajtó jelenetben fültanulja annak, hogy felesége őt felidézve bárki nyelven utasítja el Ottót, de előtte homlokán nyugtatja kezét. A királynő kétféleképpen beszél. Ottót egyszerre hordja és állítja le a nagyúrneje elleni hódítási kísérlet miatt, és ugyanakkor elmarasztalja a kudarc miatt. A csábítás kudarca miatt. A hallottaktól Bang rendkívüli lelkiállapotba, egzisztenciális határhelyzetbe kerül. A rejtekajtó jelenetben megfigyelhető a drámai nyelv több szólamusága. Otto a német lovagok nyelvén beszél, amikor térdepelve udvarol. Melinda Bang öntudatos méltóságteli nyelvén utasítja vissza, míg maga egy harmadik nyelvet és kultúrát képvisel, a bojótiakét. A darab fölfogható nyelvek küzdelmeként is. Például Gertrudis és Petúr kétféle hatalomra törő agresszív beszédmódot kódot alkalmaz. Bang beszéde a szerelem és a jogtisztelet, a felelősség és a hatalom kevert nyelve. Mind Bang, mind Gertrudis nyelve osztott, ötvözött. Mindkettőben jelen van a jobbágyok gondját viselő királyi nyelv, amikor például Gertrud Ottónak szólítja testvérét, a családi nyelvet, mikor hercegemnek a hivatalos nyelvet kódot használja. A rejtekajtó jelenetben a családi nyelv és a hivatalos endrei nyelv kettősége zavarja meg Bangot, aki ráadásul csak hall, nem lát. Bang az első felvonás nagyszerű, tündéri láncok záró monológiában két vonzás, két feladat között vergődik. Itten Melindám, ottan a hazám. A pártütés kiáltoz, a szerelem tartóztat. A nagyúr Petúr házába menne a pártütőket lehűteni. A férj viszont feleségét védené a csábítástól a palotában. Konfliktusba került tehát Bangban az ember és a polgár,
a Citoyen és az Om, a szerelmes fér és az ország nádora. A Citoyen győz, az Om feláldoztatik. Bánk úgy dönt, hogy a bírói pozíció tárgyilagosságát veszi fel, és ehhez mindkét kötelékét eloldja, ahogy Hamlet emlékezet alapjairól minden édes emléket letöröl a szükséges tett érdekében. Két fátyolt szakasztok el, hazámról is becsületem. A becsület itt férji, férfiúi becsület. Az elszakasztás módja még bizonytalan, de az elszánásban akár a gyilkosság lehetősége is benne rejlik. A bocsánatot hörgés közt is mosolygom, ha ölettetésem ezekért lészen. Szedd rendbe lélek magadat, és szakasz szét mindazon tündéri láncokat, melyekkel a királyi székhez és a hitvesethez, gyermekidhez oly igen keményen megvalá kötözve. Úgy áll meg itt, pusztán. Kérdés. Mi marad Bánkból, ha személyisége lényegét, szerelmét és királyhoz való hűségét kiszakítja önmagából? Bánk emberi nagyságát bizonyítja, hogy saját felindultsága és sértettsége ellenére a második felvonásban Petúr házában a királynő életét védi, a pártütőket csillapítja le. Itt a konfliktus közte és Petúr között feszül. Petúrra a nádor ráolvassa férfiúi elfogultságát, mert ugye Gertrudis nő is ezért nem veti alá magát neki Petúr, nemzeti elfogultságát, a nemzeti rúd gyűlöletet, és azt, hogy a szűkös nemesi érdek beszél belőle. Bánk tágasabb nemzetfogalmában Tiborc, a jobbágyuk is benne foglaltatnak, akikről a nádor úgy tudja, nem vélik ők az endülést. A nádor a szenvedélyek és az önfegyelem embere. Belépő instrukciója szerint folytott tűz jellemzi. Ahhoz, hogy cselekedjen, bánki sértődés kelletik. Illetve az, hogy a negyedik felvonás híres Tiborccal párhuzamos monológiában kiderüljön, igenis vélik a parasztok az endülést, mert már így is polgárháborús állapotok uralkodnak. Ha a darabot konfliktusos drámának tekintjük, azon az alapon mondhatjuk, hogy a konfliktus Bánk és Gertrudis között feszül, mert bennük egyesül a közéleti és a magánéleti szál. Arany János a szereplőket három körbe osztotta. A fentiek mellett, tudnilik Bánk és Gertrudis köre mellett, megkülönböztette még a király körét, amelybe Endrén kívül Miska Bán és Solommester tartozik, akik csak a királlyal szolidárisak, sem Bánkkal, sem a merániakkal nem. Van, aki Dicsi Tamás terminológiájával élve a darab első négy felvonását konfliktusos drámának tartja, az ötödik felvonást viszont középpontosnak, mivel a korábbi konfliktus partnerek egyike halott, a másik pedig eszköztelenné vált. Így a felvonás középponti hőse a hazatérő király lesz. Nagy Imre szerint nem a drámai konfliktus szervezi a művet, hiszen a konfliktus inkább Bánkban szerepei és főleg az ezekhez kapcsolódó nyelvi szólamok között van. A Bánkban az egymással ütköző szolidaritások drámája. Spiró György, a kiváló drámaíró, azért tartja a Bánkbánt elhibázott drámának, mert szerinte Katona egymást kizáró szempontoknak, értékrendeknek kívánt megfelelni. A család szentségének, az ország jólétének és a feltétlen királyhűségnek. A család, vagyis Melinda, az érdekegyesítés, vagyis Petúr és Tiborc, és a királyhoz való feltétlen hűség szempontjának. Szerintem a darab attól izgalmas, hogy ezen szempontok belső konfliktusára, a szolidaritások konfliktusára épül. A második felvonásban a Tiborc és a Petúr, vagyis a jobbágyok és a nemesek iránti hűség ütközik egymással. Így tehát négyfajta szolidaritás taszítja vonja Bánkot. Nagyon is mai probléma az, amivel például az első felvonás végén találkozunk, hogy Bánk a családjával legyen-e, vagy a hivatásának szempontját részesítse előnyben. Más szituációkban is megéljük a szerepkonfliktust, amikor el kell dönteni, hogy kinek akarunk megfelelni. A drámával kapcsolatos hagyományos kérdések egyike az, hogy Bánk személyes sértettségből vagy az ország érdekét képviselve öle. Kétségtelen, hogy a szándék Melinda elcsábításának hírére fogalmazódik meg, a harmadik felvonás első jelenetében. Mely gondolat lesz agyvelőmben első zsengélyekor már meghatározás? Épülj fel, izmosodj meg gondolat, veled épül ismét csak fel, örök lenyugton felett megéledő becsületem. E fogadalom és a tett közé azonban be van ékelve Tiborc panasza, azaz a tettnek a jobbágyok felől való indoklása.
A néző pedig a negyedik felvonásban Bánk vádjai is tette előtt, meghallgatja még Melinda és Mikhál közéleti indokokat is hozó vádbeszédét. Így a két motivációt egyenlő erősségűnek érezhetjük. A negyedik felvonás végére Bánk tettét teljesen jogosultnak érezzük. Annak tartja ő is. Mégis a tett után így beszél. Vége. Volt, nincs. De ne tapsolj, hazám. Né. Reszket a bosszúálló. Illetve örvenj becsületem, lemost a mocskod, a vérkeresség. Ó, Melinda, ki, a tető mindjárt reám szakad. Elváncorog. Mi van nem mondatok mögött? Talán az, hogy bármennyire is indokolt a gyilkosság, az adott pillanatban Bánk hirtelen felindulásból a királynő törtrántot ugyanis követi el. Pedig emberképe csak a meggondolt felelős cselekvést tartja helyesnek. Az ötödik felvonás a Bánkot játszó színészek rémálma. Az addigi főszereplő a felvonás során végig oszloppá dermedve áll, s viszonylag keveset beszél. A főszereplő második Endre lesz, aki bírói szerepben felesége meggyilkolásának tárgyalását vezeti. Helyzete Bánk addigi helyzetének a tükörképe. Benne is az ember, a férj és az állampolgár a király kerül belső konfliktusba. Az ember azonnal megbüntetné felesége gyilkosát. A király azonban módszeresen tanukat meghallgatja, kivizsgálja, hogy Gertrúdist joggal ölték-e meg a magyarok. Itt merülnek fel a dráma értelmezésének további klasszikus kérdései. Először is, vétkes volt-e a királynő? Másodszor, bűnös-e Bánk? Harmadszor, miért omlik össze? Arany János klasszikus megfogalmazása szerint Gertrúd magában a tényben ártatlan volt. Bánk azon meggyőződésben ölte meg, hogy magában a tényben is részes. Ez azt jelenti, hogy Gertrúdis ugyan felelős az ország állapotáért és azért a hangulatért, amelyben Melindát Otto elcsábíthatta, azonban mivel altatót kapott, magában az elcsábításban nem lehetett cikkos szerepe. Bánk tehát tragikus vétséget követett el. Gyulai Pál aranykorának nagy irodalmára szerint is tragikus vétségért lakol Bánk. Önbíráskodva nem csak a társadalmi rend ellen támad föl, hanem önmagának erkölcsi létalapja ellen is. A nádorból törvénytaposó, a király kegyeltjéből felségsértő, a lovakból nőgyilkos lesz. Ennek a véleménynek némileg ellentmond, hogy a vallomások alapján egyértelművé válik, hogy magyarok előbb, mintsem magyar hazánk, előbb esettel méltán a királyné, mondja Endre saját feleségéről. Miért omlik akkor össze Bánkban? Gyulaiék értelmezése szerint azért, mert megtudja a bíberek halotti ágyán tett vallomását hozó Solomtól, hogy a királyné altatót kapott, öccsének tehát biztosan nem segített, ártatlan. Ennek az értelmezésnek ellentmond, hogy ezután, amikor a király el akarja vitetni, Bánk kivonja a kardját. A királynők közügyekben való vétkességéről tudottak, illetve az Ottónak mondott kétértelmű szavak nem törlődhetnek Bánk emlékezetében. Egy másik magyarázat, Sőtér Istváné az, hogy Melinda halálhírére omlik össze a nagyúr. Ez annál is hihetőbb, mert Bánk személyiségének meghatározó összetevője a szerelem. Az első felvonásban erről így beszél. Melinda és mindig Melinda, szent név, ég és föld mindenem javát szorosan egybefoglaló erős lánc. Hát a világnak egyik pólusától a más pólusáig szerelmeimben én miért öleltem mindent egybe? Miért mindent? Miért te benned, ó Melinda? Bánk számára a szerelem a lét mozgató, magyarázó elve. Azaz a szerelem elvesztésével tulajdonképpen már a kezdet kezdetén összeomlik világa. Egy harmadik magyarázat, Pándi Pálé az, hogy szándék és következmény egymás ellen fordulása alatt roskad össze Bánk. Ugyanis a jogtisztelő nádor, a békés építő élethíve csak akkor és azért ragadtatta magát gyilkosságra, amikor úgy érezte, hogy az országos vérontástól óvja meg ezzel a népet. Most viszont azt kell tapasztalnia, hogy tette véroddást indított, gyilkosságok láncreakcióját. Petúr, majd Melinda, és bizonyára mások is következnének. Egyik értelmezője Sándor Iván szerint a dráma a kommunikáció lehetetlenségéről, az embereknek a sötétben való botladozásáról szól. Ezt igazolja, hogy a szereplők sokszor nem látják át a szituációt, sokszor elbeszélnek egymás mellett, sokszor félreértik, amit hallanak, más-más nyelven beszélnek.
Ez is lehetséges kulcs a darab modern színpadi értelmezéséhez. A bánk rejtélyes darab. A fent említett értelmező 1993-ban a 170 éve fel nem fedezett bánkbánna címmel írt róla könyvet. Ma a 191. évnél tartunk.